Kuriózumnak számít az a tárlat, mely Erdélyből érkezett Sárospatakra. A vándorkiállítás Kolozsvár örökségét mutatja be Veres Ferenc és László Miklós munkássága alapján. Veres Ferenc Kolozsvár és Erdély legelső fényképésze volt. Kolozsvárnak a legelső fényképei ezek. Ő később készített még technikailag sokkal jobb fényképeket, de viszont mi ezt, az albumot akartuk újra fényképezni. Ezek azért olyan értékesek. Meg lehet nézni a fényképeken, akkor a fototechnika még nagyon gyermekcipőben járt, akkor még nem voltak éles objektívek, éles optikájuk. Meg lehet nézni, hogy a képek, miután elkészítette, ki vannak retusálva. Fehér, fekete és színekkel. Úgyhogy van, amelyiken például a füvet is retusált bele. Van, ahol embereket retusált. Na most ezt az albumot 2001 és 2002-ben fényképeztük újra az MK-nek a megrendelésére, ami körülbelül egy a 6 hónapot vett igénybe. A tárlatot Hajdú Imre, Sárospatak város kulturális tanácsnoka nyitotta meg. Bizony-bizony ez akkora öröksége a kolozsváriaknak, hogy amire egyrészt nyilván ők nagyon büszkék, másrészt pedig nagyon is vigyáznak rá. De ez az óvó szeretet, amivel ők körülveszik ezeket a képeket, természetesen arra is sarkalja őket, hogy megmutassák másoknak, így a sárospatakiaknak is. És én javaslom azt minden patakinak, hogy nézze meg, mert rendkívül tanulságosak a képek. Ez egy nagyon izgalmas időutazás, és én nagyon örülök annak, hogy Sárospatak ennek helyt adott. És bízom abban, hogy ennek kapcsán elindulhat az erdélyi városok és Sárospatak között egy olyan kapcsolat, ami akár egymás történelmének a megismertetését hozza magával, de akár élő civil szervezetek közötti kapcsolatokat is jelent majd. A művelődés háza számára is jelentős esemény volt a kiállítás megnyitó. Magyarországon szinte még alig volt látható ez az anyag, innen kerül majd Budapestre, ilyen értelemben mindenféleképpen egy olyan premier az intézmény számára, ami még inkább megerősíti azt a törekvésünket, amit a délelőtti szakmai konferencia is kifejezett, hogy az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület észak-magyarországi képviseletévé váljunk, amit pontosan ilyen és ehhez hasonló programok tesznek majd azzá, amit szeretnénk, hogy legyen. A kiállítást az intézmény Bodrog Néptánc Együttesének két tagja, Kalotaszigi Tánccal is színesítette.